Sziasztok! A Steel MS395-et szeretném most bemutatni nektek. Ez a Steelnek egy farmer kategóriás gépe, azok közül is a legnagyobb. 64 köbcenti. Ehhez viszonylag elfogadható súly párosul, kicsit 6 kg alatt van, és nagyjából olyan 4,5 lóerő. Ugye ez már egy viszonylag erős gép, de mégis farmer kategória, abból adódóan, hogy műanyag házas, úgyhogy igazából ezt még nem erdészeti célra tervezték, holott ugye már a teljesítményéből adódóan akár az is lehetne. De az egésznapos munka az még tehet benne károkat, ugye mivel műanyag házba van beépítve a motor. Ez a gép, ez egy 2006-os gyártmány, tehát lassan 15 éves lesz. És ezt gazdája valóban arra is használja, amire való, tehát ilyen alkalmi favágásokra. Ami meg is látszik az állapotán, hogy ez 15 éves gép, és még igazából nem volt rajta semmi javítás eszközölve, nem volt rá szükség, egyedül a kuplunk harang volt cserélve, de gyárilag fix van rajta is. Ki lett betétesre cserélve. Ezen kívül probléma nem volt vele. Esetleg aki ilyen gépet akar venni, használta. Ugye már újon ezt nem lehet kapni, csak az újabb verzióját, a 391-est. Az megnézhető, hogy így néz ki egy valóban megkímélt állapotú 390-es Steel. A gépről elmondható egyébként, hogy használata kényelmes. Annak ellenére, hogy ez még gumibakos, rezgéscsillapítású, de kényelmes vele dolgozni. És a ereje is megvan, úgyhogy komolyabb fákat is ki lehet vele vágni, csak ezt nem napi 8 órában megállás nélkül, hanem mondjuk tényleg, hogyha egy nagyobb fába vágjuk a fejszínket, akkor azért tartsunk pihenőket. Ez ugye nekünk se árt, meg a gépnek se. Hát a nyugdíjas tempóba szépen el lehet vele dolgozgatni az idők végezetéig, bírni fogja úgy. Hát termelésben nem biztos, hogy ennyire tartós lenne. Úgyhogy igazából, aki egy nagyobb teljesítményű, ám de még nem profi fűrészben gondolkozik, annak ezt bátran ajánlom, mert nagyon jó gép az érezni benne azt a kicsit több, mint 64 köbcentit, úgyhogy az ereje megvan neki bőven. Tehát, hogyha útunkba kerül akár egy méteres átmérőjű nyárfa, még ez a gép lazán megbirkózik vele. Csak ezt ugye ne minden nap tegyük meg vele, hogy olyanokat vágunk. Egyébként a gépről annyit elmondanék még, hogy az olajzása az állítható neki. Ugye a légszűrő fedelet nagyon egyszerű mozdulattal le lehet venni. Ugye alatta van a levegőszűrő. Viszonylag gyakran kell egyébként a levegőszűrőjét tisztítani. Itt van egy kis műanyag idom, ezt ugye lehet állítani, hogy téli vagy nyári üzemmódban legyen. Most ugye nyári van, de át lehet fordítani, és akkor téli lesz. És akkor a motor felől tud szívni egy kis meleg levegőt, hogy a karburátor ne fagyjon le télen a nagy hidegbe, esetleg a hideg levegőtől.
Hát ez egy klasszikus 90-es évekbeli, 2000-es évek elejéről való stíl, forma, gép, kapcsolók, minden. Ugye már billenős kupak van rajta. Az nagyon jó egyébként. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kis gép. Igen, ezen még van dekompresszor szelep is. Ugye ezt már nem lehet kapni, csak az utódját, a 391-et, ami most jelenleg hát 220 ezer forint fölött van. Ez az ár egyébként már elgondolkodtató, hogyha valaki nem ragaszkodik ehhez a márkához, akkor ugye a Husqvarnában ennyiért már, hát már majdnem kap egy 372 XP-t. Az, ha le van akciózva, ilyen 230-é már meg lehet kapni, ami ugye már egy más kategória, erősebb is, és ez egy professzionális erdészeti célú fűrész. És igazából szinte majdnem, hogy ugyanannyiba kerül. Ugye a Husqvarnának ebben a kategóriában jelenleg 55 köbcent is a legnagyobb kivitel a farmerban. Annak is volt 65-ös régebben, de most nem látom már kínálatában, ők ezt megszüntették. Ugye valószínű ők is azért, mert ugye ezen az áron már van nekik profi fűrészük is. Tehát ha valaki nem ragaszkodik a stíl márkához, akkor annyiba, amennyibe a 391-es kerül, már akár Oleo makot is lehet nézni. Sőt, ugye a Makita Dolmárnak, a Makita 80 köbcentis profi fűrésze az, hát épp, hogy egy kicsit 200 fölött van. Szóval ezért a pénzért már lehet csemegézni más márkáknál profi fűrészekből. Hát ha valaki ragaszkodik a stílhez, az nyugodtan vegye meg a 391-est, mivel ennél ugye már továbbfejlesztett kiadás, ennek a továbbfejlesztett kiadásot már acélrúgók vannak, már ritkább légszűrő tisztítást igényel, úgyhogy az újabb az valószínű minden szempontból jobb ennél. Na de térjünk vissza ez a fűrészhez. Hát szerintem nagyjából mindent elmondtam róla, amit érdemes. Lesz egy kis vágás teszt a végén. Úgyhogy fába nagyon szépen halad érezni, hogy megvan az erő. Tehát tökéletes választás alkalmi favágóknak, akiknek azért az a néhány alkalommal nagyobb teljesítményre is szükség van, mint a kisebb, univerzális vagy hobbi kategóriás gépekénél. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!